Szép jó estét kívánok! Az elmúlt héten azt bizonyítottuk három igen kreatív ruhatervező hölgy segítségével, hogy a különböző korok stílus elemei újra meg újra felbukkannak napjaink öltözetében, hogy a divat kortalan. Ma este maradunk a divatnál, ám ezúttal azt igazoljuk, hogy ez nem csak kortalan, hanem határtalan is. A múlt heti meghívottaink határozottan kijelentették, hogy akár a sarki boltba vagy piacra is lehet nagyon elegánsan menni, ha kedvünk éppen úgy tartja. Mindehhez ma este azt fogjuk hozzátenni, hogy mi nők, akkor is lehetünk nagyon csinosak, ha például kerékpárra ülünk. Nem kell kötelező nadrágban gondolkodnunk, hanem igenis felvehetjük kedvenc szoknyánkat, ruhánkat, amikor biciklivel indulunk el otthonról. Ezt bizonyítom három olyan hölgy segítségével, akik gyakran megmutatják, hogy nem lehetetlen nőiesnek, elegánsnak lenni bringázás közben. Sem szeretettel köszöntöm a stúdióban Bende Katalin, szervusz, jó estét kívánok, Jánosi Máriát, szia Mária, és kis Emőkét, szervusz. Szeretettel köszöntelek titeket, és köszönöm, hogy elfogadtátok a trendelő meghívását. Jó, hát ugye bármikor beszélgethetünk mi arról, hogy egyáltalán csinosnak és nőiesnek lehet lenni abban a pillanatban, ahogy biciklire pattanunk, de ennek az, most van egy nagyon-nagyon jó oka, és egy ilyen alkalomhoz köthető oka, hogy erről beszélünk. Ugye a hétvégén zajlott először Marosvásárhelyen a Skirt Bike elnevezésű felvonulás, ami hát ugye szívet és főleg szemet gyönyörködtető volt. Most akkor megnézünk egy kis összeállítást, és akkor utána beszélgetünk róla. És szemed gyönyörködtető, tehát ezt még néhányszor el lehetne ismételni, meséljetek. Ezek a képsorok azért önmagukért beszélnek, és így felvezetőnek tökéletesek, de azért arra kérlek titeket, hogy meséljetek nekem arról, hogy hogyan indult ez a kezdeményezés, hogyan született, kinek a fejéből pattant, ki egyáltalán kinek köszönhetjük ezeket a mosolyokat, a loknikat, a virágot. Kezdeményezést Bukarestbe indították valami csajok, nagy részük sokat járt Dániába, és onnan véve a cycle chic divatot, tehát ezt a biciklis ruhás divatot véve, onnan be akarták hozni Romániába, és akkor trademarkolták a nevet, meg elindították Bukarestbe ezelőtt, vagy 6 éve, és
Bukarestben első alkalommal már vagy 400-500-an részt vettek, most már nagyon nagy, a rendszám, és sőt idén már egy egész hétvégés programot csináltak, tehát annyira sikerült a rendezvényüket promoválni, és így kapcsolódtak sorjába a városok Romániából. Most már 12 város van, és még készülőben van, hiszen nálunk udvarhelyre is ellátogattak kerékpározók, és majd szeretnék oda is elvinni ezt a rendezvényt. Ez egészen nyilvánvaló, tehát hogy így végignéztük ezeket a képsorokat, tehát nincs ember, akinek kívánná meg a következő évben vagy megszervezni, vagy részt venni, vagy nincs hölgy, de azért bízom abban, hogy látunk urakat is, bízom abban, hogy urak is csatlakoznak ehhez. Meséljetek arról, hogy ti hogyan csöppentetek a kezdeményezésbe. Mária. Én nagyon régóta biciklizem, de ezt a típusú biciklizést sosem próbáltam, és megvallom, múlt hétig még szoknyában nem bicikliztem. Nagyon jó érzés, tehát érdemes kipróbálni, teljesen más, mint a hagyományos sportos biciklizés. A bejátszás látván... megvallom, mi a nagyon sokat csürögtünk, forogtunk, nem nagyon nézegethettük. Azóta nézem a visszajátszásokat, gyönyörűek a lányok, gyönyörűek. Tehát ezt csak csodálni lehet, és megismételni. Aki nem volt, az jövőben valószínű eljön. Nem is annyira az a gond, hogy jönnek-e lányok, a legtöbbnek nincs még bringája, tehát a bringákat kell beszerezniük leghamarabb. Hát egy picit később azért fogunk arról beszélni, hogy nálunk milyen kultúrája van a kerékpározásnak, és egyáltalán, hogy mi hadilábon, vagy milyen lábon állunk ezen a területen még itthon. De te hogyan csöppentél a kezdeményezésbe, bocsáss meg, ezt így nem tudtam meg, és nagyon érdekelne. Igen, a Probiciklo Urbónak alelnökeként álltam a lányok mellé. Én nagyon régóta biciklizem, gondolom, hogy emiatt is volt szükség rám, tehát útvonalválasztás, meg egyáltalán kellettek a lányok ehhez az indításhoz. Én nem is sajnálom, és nem is bánom, hogy megkértek a lányok, ezzel érdemes foglalkozni. Én csak ösztönözni szeretnék minden lányt, hogy vegye elő a bicikliét és közlekedjen vele. Hatékony, kellemes, szép. Igen, én meg nagy lelkesedéssel fogadtam ezt az eseményt, és az volt, hogy az első dolgom ráírtam a Skirtbike Facebook oldalán, hogy én szeretnék segíteni nekük szervezésben, meg hogyha akármilyen más ilyen bajok vannak, meg akármi, akkor én foglalkoznék velük. És akkor így ráírtam, és ők mondták, hogy ha persze, szívesen elfogadnak, és akkor... ennyi volt így az egész. Én kerestem meg őket. És így segítő szándékkal igazából. Visszatérnek egy picit erre a dán biciklis divatra. Említetted egy fél mondattal. Ezért én visszatérnék erre, mert hogyha így ebből született a dolog, azért megér néhány mondatot, nem? Tehát ugye ez alatt, tehát azt tudjuk, hogy Dániában szinte mindenki kerékpárral közlekedik, és ott fantasztikusan működik, úgy, mint a skandináv országokban általában. De hogy miről is szól ez a divatozás a biciklin? Úgy mennek munkába, szép kis szoknyába felülve a biciklire, és az egyik bukaresti lány ott élt több évet, és neki bejött ez, és szerette volna hazahozni hozzája, és akkor így országos szinten. És szerintem jó vagány. Én például sem bicikliztem most, hogy nem bicikliztem sokáig, csak nadrágban, mert persze kényelmesebb, és akkor tavaly óta elővettem a szoknyát, és azóta már csak olyan szoknyákat nézegetem, ami jó a kerékpárhoz. Jaj, de jó, tehát a szoknyavásárlás most már teljesen áttevődött abba a dimenzióba, hogy ez talál a kerékpáromhoz, vagy tudok-e benne? Hogy talál, mert azért ez is nagyon-nagyon fontos. Na jól van, meséltek nekem arról, hogy milyenek a visszajelzések, milyen visszajelzésekkel találkoztatok, és hogy milyen a kapcsolat más városokkal, tehát hogyan lehet egymásba kapaszkodni mondjuk egy ilyen rendezvény során? Hát
Más városokkal kapcsolat, csak a bukarestieket tartsuk. Tehát van ilyen barátság egy pár szervező között más városba külön-külön, de egyelőre csak úgymond az anyukához kapcsolódunk, és aztán majd szeretnénk közösen is, vagy egyszerre, mert nem sikerül egyszerre, egy hétvégén csináljuk mindenki, minden városba külön program van, és akkor gondolkoznak ilyenbe, hogy csináljuk együtt, egyszerre, egy időbe, és hogy akkor majd mi tudom, találkozgatunk mi is a szervezők, majd el lesz valahogy, de mi még nagyon újak vagyunk ebben, hiszen csak 6 hét alatt hoztuk össze az egészet. Igen, most nagyon számítunk a visszajelzésekre, mivel hogy ez most indult, szükségünk van jóra is, rosszra is ahhoz, hogy jövőre ezt nagyon szépen kidolgozzuk. Már tudjuk mi is már sok mindent megláttunk, tudjuk, miben kellene még fejlődjünk, javuljunk. És hát persze a munkánkat kamatoztatja, vagy értékeli a sok jó visszajelzést. Tehát a jókat is várjuk, szükségünk van arra is. Hát nyilvánvalóan. Meséltek nekem egy kicsit arról, hogy mi a célja egy ilyen megmozdulásnak? Hát a célja egyértelműen a kerékpározás népszerűsítése a nők körében, hogy most már ezt annyiszor mondtam, hogy a bicikli nem egy sporteszköz, tehát hogy lehet egy szép városi kerékpár, és akkor elmehetsz vele kávézni, elmehetsz vele színházba, tehát nem muszáj beülni az autóba, egyedül nyomjad a pedált, hanem inkább kellemesen felülsz, és akkor elkerékpározol A-tól B-ig, és stresszmentesen környezetet kimélsz, tehát csupa jó dolog a célja, tehát hogy bevezetni, és akkor, hogy maga a szoknya, hogy legyen egy kultúrája, egy divatja. Már lehet táskákat találni, kosarakat találni hozzá, tehát mindenféle csecsebecsét kitalálnak már egyre többen, hogy tehát kerékpáros fülbevalót, bármit, hogy öltöznek egy kívánatos, és mit akar adni, mindig valamit vásárolni, mert szerelmes lettem ebbe, és akkor... De a biciklivel együtt szerelmesnek lenni még valamiben, az már egy egészen merész vállalkozás. De miért olyan fontos? Úgy azon gondolkodtam így a válaszaitok alapján, vagy a válaszaitok alatt, hogy miért olyan fontos, hogy a hölgynek is bemutassuk azt, hogy milyen jó biciklizni. Vagy miért nehezebb, mint egy fiúnak azt mondani, hogy annyira jó bringázni. Ugye, azon gondolkodtam, és ugye te hárman mentél, ugye, vagy ketten mentél a kislányokkal? Mi tandemmel mentem a kislányommal, de mi 4 lány vagyunk a családban. Na, erről van szó, tehát te nem is egyedül mentél. Tehát ugye a gyerek az úgy automatikusan egy adott pillanatban a nőhöz kapcsolhat. És könnyebb a gyermeket a gyermekülésre tenni mondjuk a bicajra, mint az autó hátsó ülésére, vagy első ülésére? Tehát, hogy miért olyan fontos, hogy legyen külön rózsaszín táblácskánk, és szoknyánk, és nem tudom, kávézásra való felhívást? Tehát miért fontos, hát hogy miért nehezebb? Igen. Elsősorban a hölgyek tartózkodnak a forgalomtól. Valószínű többen bicikliznének, vagy kipróbálnák, de visszalépnek. Nagyon forgalmas ez a város. Nehéz biciklizni ezt. Én sok év tapasztalatából mondom. A gyerekeimet most már megszoktuk, mi hozzászoktunk, peremvidéken lakunk, tehát a várostól ki kell mennünk. És a 7 éves lányom is úgy szokja ezt a nyüzsletést, hogy elölül, és megvan az a biztonsági érzete, hogy anya ott van, anya tudja, mit tesz. És mellettem tanulja a forgalmat, csodálja a világot, tehát ő ezt megteheti ebben a korban. Később nekem már elég nagyocska lányaim vannak, szívesen engedném iskolába, bringával, találkozó helyre. Tartózkodom, tehát még én sem merem, pedig mi már azért évek óta rójuk az utat 2 keréken is, mert külön büszke vagyok. Tehát mi már az országot bejártuk bringával, és most kezdünk a városban is, tehát a városban autó nélkül járni, amennyiben lehet. Lévén, hogy mi nagyobb távot megteszünk, mindig be kell számoljuk az időjárás és viszontagságait, és én sokszor arra gondolok, hogy lányul elindulok
a kerekem kipukkadhat. Tehát azért vannak dolgok, amire mindenképpen fel kell készülni, de azt az élményt azért nem kell kihagyni. A bicikli nincs meleg, mindig szellős, és megcsodálnak. Én azóta, amióta a tandemmel járunk a kicsi lányommal, látom, hogy a fejek utánunk fordulnak, és gondolom nem miattunk, jobban tetszik a bringa, de azóta valahogy kedvünk is van szépen megjelenni rajta, és a nagylányaim nagyon sokszor elveszik, felöltöznek szépen, és köröznek vele, tehát ilyenkor kérdés, hogy kit bámulnak, a bringájukat, vagy őket, szerintem mindkettőt nagyon aranyosak. Hát jó élmény, csak bátorítani tudok minden hölgyet, bringázni jó, és érdemes. Miket, ugye te most már friss diplomásként, amihez külön gratulálunk neked, ugye ez egészen friss a történet, te így az egészségügyi vonatkozásaiban is hozzá tudsz szórni ez a történethez, mert mi most így arról beszélgettünk, hogy már mint a lányok meséltek, és én pedig nagy szeretettel hallgattam azt, hogy gyönyörű, meg szép, meg szemegyönyörködhető, meg nyilván nagyon sok mindent hozzánk ad, de hogy itt az egészségügyi vonatkozása is. Igen, hát persze ez nagyon fontos, hiszen ez is beletartozik a mindennapi aktivitásukba, a bringázás, ami segít a kilogrammok megőrzésében, meg akár a fogyásban is. Most persze függ, hogy most a hölgy fogyni akar, vagy szeretné megtartani a jelenlegi testsúlyát, és akkor ez nagyon fontos, hogy minden nap azért fél órát, egy órát bringázzunk, hiszen segít a kalóriaégetéshez, meg ugye feldob, ilyen boldogsághormon szabadul fel bennünk, és sokkal jobban fogjuk érezni magunkat utána, meg na hát rengeteg pozitívuma van a bringázásnak. Mit hoz elő a nőből egy hasonló megmozdulás? Mit tapasztaltatok? Mit láttatok ti a hétvégén? Én arra gondoltam, miközben ott szaladgáltunk, hogyha semmilyen aktivitást nem kapcsoltunk volna ehhez, már csak egymást látván is nagy élmény volt mindenkinek, és én is rácsodálkoztam nagyon sok hölgy ismerősömre. Szerintem ez kölcsönös volt, és nem győztünk eltelni a látvánnyal. Tehát külön a bringát, külön a gyönyörű kellékeket. Én azt hiszem, hogy sok férj ebéd nélkül maradt vasárnap. Lévén, hogy a hölgyek nagyon sokat kellett készüljenek. Hát azok a hajviseletek, a kitűzők, tehát mesés volt. Habos mesés, nagyon szép volt. Ennyi gyönyörű és büszkenő volt ott, tehát mindegyik felült, és olyan büszkén úgy mentek a biciklién, és tehát én is úgy el vagyok vele, hogy nézzük vissza a képeket, és csak nézem, és akkor úgy van, örvendek, hogy megtörtént, és nagyon-nagyon, tehát nagyon elégedett vagyok. Mindhárman tekertetek, ugye? Igen. Akkor azt kérdezem, hogy mit adott hozzátok? Mert lehet, hogy ez könnyebb kérdés volt, hogy mit ad a nőhöz, mert azzal ugye szembesültetek ti a helyszínen, mi így a képsorok után, de hogy ti mit éltetek meg azokban a pillanatokban, amikor egyrészt egy ilyen gyors talpaló tanfolyam után sikerült összerakni ezt az egész hétvégi dolgot, és a kiteljesedés érzésén túl nyilvánvalóan mi az, amit hozzátok, tehát mi az, amit megéltetek? Melyik volt a legjobb pillanata a napnak? A legjobb pillanat előtt inkább azt jegyezném meg, hogy sokáig azon gondolkodtam, hogy honnan került elő ennyi hölgy, és ennyi bringa. Tehát látunk sokat, szépet egyenként, de hogy ennyi egy időben, ez nagyszerű látvány volt. Nekem azt tetszett a legjobban, hogy része lehettem egy ilyen hullámzó, habos, tündéres felvonulásnak, tehát úgy egy voltál velük. Sajnos nem láthattuk elejét, végét, úgy, csak azt tudtuk, hogy sokan vagyunk. Nagy ez a kígyó. Uh-huh.
Hát én például futottam az iratkozásnál lefel, össze-vissza, és akkor végre el kellett indulni, és akkor azt értem, hogy na most szabad vagyok, végre azt csinálom, amit szeretek. És akkor az olyan jól esett, hogy ottan kerékpároztunk, kacagtunk. Én elég elő voltam, és jól éreztük magunkat, és akkor utána megérkeztünk, és akkor megint volt ez a futam, és akkor rendeztük, tettük, húzzad a tombolát, csináld ezt. Tehát ami a szervezőséggel jár, és akkor lejárt minden, elment mindenki, összepakoltunk, és úgy örvendem, hogy kerékpára kellett hazamenjek. Tehát ez volt a legjobb, hogy lenyugodtam, amire igen, hazaértem. Igen, és egy nyilván sikerélménnyel. Igen. Hátad mögött, igen. Engem meg nagyon feltöltött pozitív energia volt, tehát nagyon jó érzés volt tekerni annyi lány, hölgy között. Mind nagyon szépek voltunk, ugye én próbáltam előmaradni Katival, és tényleg ismerkedtünk, hozzászóltam a mellettem lévőnek, hogy hű, de szép a bicajod, meg hát na, nagyon-nagyon jó volt. Tehát valahogy úgy azért leírhatatlan az az érzés, amit én pont abban a pillanatokban éreztem. Tehát, hogy öröm oké, de azért annál több volt. Igen, ez az arcotok, tehát csak az arcotokra nézve ezt így látom, nem tudom, hogy a nézők itt, tehát a hölgyeknek sorban könnyes a szemet, tehát mindenki kérdésnél felvált, tehát egy hihetetlen élmény ez, tehát nem tudom, tehát én azt érzem, hogy itt volt egy ilyen jó női összefogás a hétvégén, és ez mennyire jó, és ez annyi pozitív energiát adott, na de beszéljünk a férfiakról, mert hogy itt láttunk egy-két urat is a bejátszásban, a férfiak hogyan támogattak, egyáltalán mit szóltak ők ehhez a rendezvényhez, ez a habos-babos, rózsaszínű pufffelhőhöz. Valószínű, hogy minden férfi kísért valakit, és bátorításul volt jelen, azok mellett, akiknek ez kellett, de jól tették, és azok, akik nem voltak, fájlalhatják, hiszen a látvány az lenyűgöző volt. Ezt nekik sem kellett volna kihagyni. Hasonlattal élve az előbbi megjegyzésedhez, ez egy kicsit olyan érzés volt, mint amikor a rusnya bábból a pillangó kikel. Hát itt is a mindennapi életünkben másképp ismernek valamennyiünket. Engem például sokan nem tudnak szoknyában elképzelni, mindig bakancsban látnak, vagy éppen biciklizőmezben, és ilyenkor úgy megváltozva láttuk az egyéneket, és ez olyan szép volt. Valósággal mindenkire rá kellett csodálkozni, egyenként. Nagyon sokat segítettek férfiak is nekünk a rendezvénybe, hiszen a Marosvásárhelyi Közösség Alapítvány, aki a Critical Mass-t is odaállt és cipelt, a Probicikló Orbottól is segítettek kitpakolni, bepakolni, hiszen mi lányok voltunk, és nekünk kerékpározni kellett. Ezen kívül meg jó volt, hogy láttunk egy-egy hölgyet, hogy na, bejött iratkozni, és akkor ott mögötte ott volt a párja, és akkor úgy visszamentnék, kaptam számot, és akkor úgy ott, hogy na, hogy támogatta, tehát ez jó, tehát férjem is nagyon sok mindenbe támogatott, főleg abban, hogy ügyelt a gyerekre, amíg mi kiéltük a mi kis sétánkat. Jó, meséljünk egy kicsit a kerékpár, vagy beszéljünk egy kicsit a kerékpározásról és a kerékpár utakról, meg arról, hogy egyáltalán, ugye te már említetted, Mária, hogy a gyermeket nem szívesen engeded egyedül, vagy hát igen, nyilvánvalóan tartasz attól, hogy történhet valami, tehát hogy mi milyen szinten állunk, ha lehet egyáltalán így fogalmazni, a kerékpárutakkal, ezzel a biciklis kultúrával, tehát azzal, ami ugye Nyugat-Európában, amit már említettük, az egészen jól működik. Ti hogyan látjátok pozitív példákkal, és hogy egyáltalán? Hát ilyen szempontból gyerekcipőben járunk, és valószínűleg még egy jó darabig. Bár most már néhány éve nagyon sok bringa előkerült, tehát mind többen vagyunk a forgalomban, mégsem elég felkiáltó jel azoknak, akik erről tehetnének. Nagyon hiányoznak. Tehát ebben a városban nem lehet közlekedni biciklivel, biztonságosan sajnos. Szeretnénk. És én meg vagyok győződve, hogyha erre teremtenének feltételeket, akkor még több bicikli előkerülne. És az mindenikünknek jó lenne. Tehát csendesebb lenne a város, tisztább a levegő. Tulajdonképpen ezt is szeretnénk.
Visszatérve egy picit erre a divatozásra a biciklin, itt van olyan ruhadarab, amit nem ajánlott felvenni, vagy nem tudom, tehát volt olyan pillanat, amikor például kényelmetlenül érezted magad, vagy kényelmetlennek érezted magad a... Hát azért a nagyon-nagyon szűk szoknyákat nem ajánlom a biciklizésre, mert ugye nehéz a felülés, nehéz a leszállás, meg hát na... Meg aztán az ilyen nagyon nyári szoknyák, ruhák, azok sem, mert egy kicsit, hogyha már fúj a szél, akkor... Na tényleg, ez egy nagyon nagy kérdés. Ezt külön meg szerettem volna kérdezni, hogy mi a helyzet a nyári szellővel? Az rendjén van. Most már vannak nagyon aranyos kis technikák, ilyen csajos technikák, igen. Minden megoldható. Tehát lehet libegő, hosszú szoknyákkal bringázni. Én különben egy olyannal voltam, a bejátszásban is látszott. Nagyon ügyes kis fogások vannak, ilyen egyszerű, egy gomb, egy befőttes gumival ügyesen le lehet rögzíteni, tehát semmi nem kell visszatartson a biciklizéstől. Tehát akkor nincs ilyen, hogy kényelmetlen, vagy van kényelmetlen? Van hát a nagyon szűk hol, valószínűleg kényelmetlen, igen. De tehát ami a mozgásterünket meghagyja, az úgy belefér. És a bicikli mennyit ad az egész történethez hozzá? Tehát maga a bringa. Tehát, hogy ugye mennyire fontos az, tehát, hogy mi nagyon szépek vagyunk, lokni is a hajunk, ott a kis kalap a fejünkön, kiegészítőnek a két-három kislány mellettünk, ami ugye mennyire csodálatos. De ott van a bringa, és gyakorlatilag azért őt kell tekerni. Miért fontos, hogy az is szép legyen, vagy hogy esztétikus legyen? Kell találjon a nőhöz, nem? Tehát a nők mindig arra vannak, hogy divatosak legyenek, szépek legyenek, és akkor hozzád illő, színben hozzád találó biciklid is kell legyen. Tehát ez vele jár. Tehát... Hát mindenképpen könnyebb, én azon gondolkodtam most így a válaszod alatt, hogy mindenképpen könnyebb hamarabb megvásárolni azt a biciklit, ami hozzád talál, mint azt az autót. De ugye most arról is beszélünk, ugye, hogy letenni az autókat és inkább hajtani. Milyen a ti biciklitek? Hogyan? Hogy mennyire egészíti ki a személyiségeteket, vagy mennyire talál, vagy melyik a kedvenc, hogyha sok van? Nekünk is nagyon sok biciklink van, mégsem elég. Lévén, hogy folyton növünk, és attól is, hogy mire kell használnunk. Tehát városi biciklink most kezdett lenni, nekünk sportos biciklink voltak, mert versenyezünk, nagy távokat teszünk meg, de a lányaim növik ki. Évről évre vagy cserélnünk kell, vagy változtatnunk. Tehát, hogyha vásárolni megyünk, vagy csak kávézni, akkor egy könnyű városi biciklire ülünk. Vannak nagyon jó bicikliink, amiket nem is merünk bárhol hagyni. Tehát még egy negatívum, ami a bicikli utak mellé adható, hogy... nem tudjuk soha biztonságban a kerékpárjainkat. Nagyon jó lezárón kell legyen, vagy a szemünk mindig rajta kell legyen. Ezért legtöbb vásárhelyének már van egy nagyon jó biciklije, amit alkalomattán használ, vagy ahol nagyon igénybe van véve fizikailag, és van egy városi biciklije, amire ha ránéznek, nem kívánják meg. Azzal járnak sörözni például. Meg a csajok kávézni, tehát ezután már egészen bizonyos. Jó, lányok, a bicikli, hogyan egészít ki titeket? Nekem kettő van, igen. Egy otthon van, mert mi is a város szélén lakunk, és akkor azzal a Marosparton erdőbe, tehát egy mountain bike, és a másik, hogy azzal járok a városba, behozom reggel a gyereket óviba, és akkor leparkolom apukám garázsa elé az autómat, és kivesztem a szép városi bringámat, felülök és mosolygok. Sokszor megkérdezi a mellette lévő, vagyis nem sokszor, megkérdezte egy párszor, hogy vigyen-e munkába, mert látta, hogy leparkolom, és gondolom, hogy azt hitte, hogy én most porolni akarok a benzinre, és mondtam, nem, elveszi a szabadságot, köszönöm szépen, jól vagyok én. Nézzék, ezt kétszer fogalmaztad már meg, hogy a szabadságot. Igen. Nekem nagyon sokat. Ezt már másodszor fogalmazom. Igen. Nekem csak egy biciklim van. Egyelőre. Hát igen, egyelőre. Az is most egy hete, két hete lett restaurálva a barátom által.
Hát itt vannak az urak, tehát bejönnek a képbe az igen, urak, akik segítenek. Úgyhogy én az elmúlt évben nem sokat bringáztam sajnos, mivel nem vagyok városbeli, és nem tudtam elhozni azt is otthonról. De tehát egy piros, csajos, kosárkás bicikli. Tehát ilyen pont nekem való. Pont ilyen nekem nagyon van. Emőkés. Nagyon emőkés. Meg így rád nézek, és szerintem még 2-3 ilyen rendezvényen hétvégén részt veszel, és akkor majd neked is lesz emőkés, meg még emőkésebb, meg a régi emőkés, meg az új emőkés. Mert gyakorlatilag ez olyan nálatok lányok, mint más hölgyeknél a cipő, hogy azon gondolkodok, hogy melyik cipőmet vegyem fel, amikor elindulok reggel. Ti ugyanígy gondolkodtok arról, hogy melyik bringát választátok. Mitől lesz több annak az embernek az élete, aki biciklizik, aki biciklin él gyakorlatilag, vagy a biciklivel? Tehát miben más, mitől több a bringásnak az élete? Szerintem stresszmentesebb, boldogabb, tehát az vele jár. És megint elmondom, szabad, igen. Bátor. Tehát eleve bátor, hogyha kimerészkedik a forgalomba. Egyetértek Katinak az nagyon ismételt kijelentésével, szabadságot nyújt. És ezt én is tapasztaltam, hogy reggelente rohanba indulunk iskolákba dolgozni, és autóba kell beugráljunk. Ha van lehetőségem nem autóval jönni, bringával jönni, olyan ezen az aránylag hosszú szakaszon olyan jól végig tudok gondolni egész napi teendőket, lezárom a tegnapi napot, vagy éppen a szaladós reggelt, tehát szabadságot ad, és az idő csak a miénk, amikor a bringán vagyunk. Nem kell másra figyeljünk, max a forgalomra, arra kötelezően. Arra hatványozottan. Hát szerintem a bringa az a tényező, ami segít egy ilyen kiegyensúlyozott életet élni. Tehát az a kulcs. Jó, arról beszéltünk, hogy milyen annak az embernek az élete, aki bringán él, vagy bringával él, akkor meséltek nekem arról, hogy milyen az a nő, akinek az egyik párja a bringa. Hát milyen hölgy típus az, akinek az életét kiegészíti a bicikli? Tök boldog. Például a városi kerékpárnak az is jó, hogy amikor felülsz, más a tartása, mint a mountain bike-nak. A mountain bike az is sportosabb, és akkor ezen így egyenesen tudsz ülni, kihúzni magad, és kellemesebb. Tehát kellemesen szembe csap a szél. És szabadságot ad. Megint. Mária? Hát büszke. Aha. Büszke, bátor. Értékelendő egy olyan nő. Annyira szép, csak így most eszembe jutott ez a gondolat, hogy mész az utcán reggel délbe valamikor, és akkor szembe jön veled egy kerékpáros, és akkor nem muszáj hölgy legyen, de hölgyel is, és akkor mosolyogsz egyet, hogy te is, én is, jaj, de jó, és az van jó, tehát összeköt bennünket. Tehát én is sokat vezetek autót, és aztán télen nem tudok forgalomba biciklivel járni, mert félek, hogy felspriccolnak, meg veszélyesebb. És olyan jó, tehát hogy én nyugodtan elkerékpározok, tehát olyan utakon megyek, amelyek nem jártasak, és akkor utána látom, hogy beérek a központba, mert ott dolgozom, és akkor ott egy csomó ideges ember nyomja a dudát, és mennyivel jobb? Tehát mennyivel jobb lenne, hogyha még van, most nem tudom melyik országban van ilyen, hogy az állam támogatja, hogy kerékpárra mennyi munkába, hogy fizet a munkáltatónak, vagy van valami, és mennyivel jobb lenne az, hogy erre kényszerítsenek, tehát hogy ne egyedül üljenek az autóba, mert ez nem környezetszennyező, hanem akkor mennyi kerékpároz ügyesen, és még fizetnek is érte. Hát képzeld, gyakorlatilag visszatérve, hogy a szabadságért fizetnek, vagy a szabadságérzését. Hát ez olyan egyszerű lenne, nem szolgálati autókat osztunk le, hanem szolgálati bicikliket. És gyakorlatilag tekerni kell. Emőke, milyen az a nő, akinek a kiegészítője a bringa? Természetimádó. Természetimádó. Aha. Annyit még áruljatok el. Igen. És bevállalós. Ez most annak kapcsán jutott eszembe, hogy mondtad, hogy ha a cég nem autót tenne alánk, hanem bringát, akkor úgy elgondoltam, hogy nem mindenikünk vállalná el.
tehát nem mindenikünk ülne rá és menne el A-tól B-be. De persze ez nem a mi esetünk, én bármikor. Tehát bevállalás is kell ehhez. Hát meg lehet, hogy az ugye, hogy a kislányok, a 4-5-6-7 évesek lássák azt, hogy ez jó, és valamilyen szinten ebben nevelődjenek, és akkor már ugye nem lesz gondunk 10 év múlva. Ne legyen olyan sok, hamarabb történjen ez. Annyit még áruljatok el, hogy milyen korú hölgyek vettek részt a rendezvényen? Minden korú. Az egyik díjunkat úgy szavaztuk, igen, nem mertük a legkorosabbnak nevezni, tehát legtapasztaltabb hölgynek ajánlottuk föl. És igen, büszkék vagyunk rá, egy szép korú hölgy volt, 73 éves, és öröm volt látni a kis pillangokat, kis picurka lányokat gyönyörűen kivirágozva, hogy ezt az útszakaszt végig tekerték. Tehát dicséret nekik, dicséret valamennyiüknek. Tehát kortól függetlenül sokuknak elsőből gondot jelentett ez a táv, aztán utólag rövidnek bizonyult, tehát sokan még folytatták volna szívesen. Mi is aggódtunk, hogy dimbes, dombos, és sok lány jött, aki először, vagy 10 év kihagyás után először kerékpározott, és féltünk, hogy jaj, most hogy fognak felmenni a dombra, hogy lejönnek, de 4 éves gyermek is megcsinálta, tehát... Hát gyakorlatilag akkor minden korosztály, tehát ott volt kicsit olyan nagyig mindenki. Hogyan tovább, lányok? Én bízom abban, hogy azok, akiknek ez nem volt annyira mindennapi dolog, és előmerték venni és letörülgetni a port a bringájukról, hogy nekik ez egy indulópont, kezdőpont, és hogy ettől arrafele bátrabban és szívesebben elindulnak, mert hogy mindennek kell legyen egy kezdete, és reméljük, hogy ez lesz az. Hát folytatjuk. Kell folytatni, tehát kapjuk a visszajelzéseket, egyre többen még, tehát és akarják, hogy még legyen, és akkor mi is tapasztaltabbak leszünk, ügyesebbek leszünk, jobban összeszokottak, több idővel, és sokkal vagányabb és sokkal jobb rendezvény. Ez is nagyon vagány volt, de még jobbat kihozunk belőle. Nyilván is lassan kialakul egy közösség is, Emlike. Hát az előttem levők közben még annyit fűznék hozzá, hogy azért biztatni fogjuk a lányokat, hogy sokkal virágosabbak legyenek, hiszen volt kis hiány a feldíszített biciklikből, ezért majd őket fogjuk biztatni, hogy húzzanak bátran szoknyát, és díszítsék ki a biciklijüket, mert úgy sokkal szebbek lesznek. Nem kell félni a haboktól, baboktól, virágoktól. Nem kell. Hát én nagyon-nagyon szép, egy élmény volt ez a beszélgetés, köszöntöm szépen, és sikereket kívánok nektek, és sok szép élményt a bringán. Köszönöm szépen. Azt hiszem, a ma esti beszélgetés során meggyőződhettek arról, hogy a kerékpározás nem csak sportos, hanem elegáns is lehet, hiszen trendet két keréken is lehet teremteni. Azt pedig már tudjuk, hogy a biciklizés nagyon egészséges, az egészségről pedig még többet tud Szabó R. Ádám kollégám, és a Gedeon Richter Románia ezt bizonyítják a rendelőben. Én megköszöntöm szépen figyelmét, jövő héten ugyanebben az időpontban várom önöket. Szép hétvégét, jó pihenést kívánok! Viszontlátásra! Üdvözlöm Önöket a rendelőben! Mai adásunkban egy a nyáron mindig aktuális témáról fogunk beszélgetni, mégpedig arról, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk bőrünk egészsége érdekében a napos évszakban. Dr. Gáspár Réka bőrgyógyász szakorvost kérdeztük arról, hogy mikor nem szabad napon lenni, illetve ha már leégtünk, mit tegyünk a gyógyulás érdekében. Általánosságban véve elmondhatom, hogy a napot amennyire tehetjük, kerüljük, ne tartózkodjunk hosszú ideig napon, hogyha rövidebb ideig, tehát munkákból kifolyólag mondjuk nem kell különösebben a napon tartózkodnunk, akkor figyeljünk arra, hogy mindenképpen kenjünk magunkra az általános tevékenység alatt is valamilyen krémet, ami tartalmaz, akár általános hidratáló krémet, ami tartalmaz fényvédőfaktort, illetve emellett a ruházatunkat, illetve legyen világos, könnyű, természetes anyagból készült ruházatot viseljünk lehetőleg. Hogyha pedig a munkánkból adódóan többet kell tartózkodnunk a napon, hosszabb ideig, akkor magasabb fényvédőfaktorszámú terméket kenjünk magunkra, lehetőleg legyen
vízálló, ez arra is vonatkozik, hogyha strandolunk, tehát vízparton vagyunk, strandon vagy tengerparton, ugyanis azért is szükséges akár egy mindennapi tevékenység, vagy egy munka, vagy hobbiból adódó tevékenység során is a vízálló termék, hogy ez az izzadás ellen úgymond felkészülünk arra, hogy esetleg csökkenti a termék hatását. A napozás sajnos nem való mindenkinek. Bizonyos bőrtípusú emberek barnulás helyett csak égnek, figyelmeztet dr. Gáspár Réka. Vannak olyan bőrű egyének, akik egyszerűen nem tudnak barnulni, mondjuk az ilyen ír, kelta típusú bőr, tejfehér, vörös haj, szeplős, vagy akár szőke hajú, egyszerűen nem tudnak, világos szeműek nem tudnak barnulni, csak égnek, ők semmiképp sem ne tartózkodjanak a napon olyan célra, hogy barnulni akarnak, mert egyszerűen ez nem fog összejönni, hogy így fogalmazzak. Tehát ők mindenképpen, ha a napon is vannak, mondjuk bármilyen tevékenység adódóan használnak fényvédőkrémet, 50-es fényvédőfaktora vízálló terméket lehetőleg, és leerőltessék a barnaságot, mert sajnos az ő bőrük nem olyan. Nyári időszakban 11 és 16 óra között érdemes elkerülni a napon tartózkodást, mondja dr. Gáspár Réka, de ha mégis leégtünk, otthon is sokat tehetünk az érintett bőrfelület kezeléséért. Amennyiben leégtünk, utána ténylegesen próbáljuk elkerülni a napot, ne tartózkodjunk a napon, akár borogatásokat tehetünk a bőrre, ha hólyagok jelentkeznek, akkor akár jelentkezünk bőrgyógyásznál, valamilyen nyugtató krémet, illetve a kezeléshez szükséges krémeket fog ajánlani. És ezen kívül fogyasztunk fürdőkot, hidratáljuk magunkat, vagy pedig külsőleg is hidratáló krémeket alkalmazhatunk, ha kevésbé súlyos ez a napégés. Különböző alkoholtartalmú krémeket, géleket például semmiképp sem tegyünk ilyenkor, mert ezek éppen fokozni fogják a bőr irritációját, a bőr állapotát még inkább rontani fogják. Általánosságban elmondhatjuk, hogy azért a nyár folyamán mindenképpen éri a bőrünket a napsugárzás, tehát annyira nem tudjuk elkerülni a napot, hogy semmiképp sem érjen bennünket a napfény. Ez már eleve hozzájárul egy bizonyos D-vitamin mennyiség termelődéséhez. Úgyhogy azt mondom, hogy ez elégséges. Azon kívül pedig a táplálékkal is óhatatlanul jut a szervezetünkbe D-vitamin. Tehát nem vagyunk szerencsére túl északi állam, azért valamennyi napsugárzás mindenképpen jut nekünk, és szerintem ez a nyáron, illetve a táplálékkal, valamint a nyári sugárzás az úgy elegendő ilyen szempontból. Ennyi volt már a rendelő, kedves nézőink, jövő csütörtökön újra találkozunk, addig is vigyázzanak bőrükre, legyen egészséges hetük, a viszontlátásra! A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta.